Addigra itt ezen a helyen 35 ember fog állni. Kurkorn. Jó, minden, köszönöm. Rokon lélek. Kérhetnék egy levelet, hogy kivel beszélek? Jelentkeznem kell. Én bírám meg tovább. Jó lenne az a lóvé. Élelmiszer roktár. Jó lesz. Bejutottál. Jó, de jó, köszönöm. De mind allergiás vagyok, de akkor mi a szinten? Minden fasz. Annyira, nem vagyok seg hülye. Györja. Na, én Szolnoki vagyok, amúgy kint élek. Nem lesz még ilyen esetleg? Nem, sajnos nem. Na, srácok, üdvözlök mindenkit a legújabb videóba. Egész korán keltem, úgyhogy egyébként még csak 7 óra van, de már a videót, amit most néztek az elejét, már félig meg is vágtam. Elég sok dolgom van, úgy gondoltam, hogy ezen a napon elviszlek magammal titeket egész napra. Van pár olyan dolog, amit itt tök szívesen megmutatnék nektek, amin dolgoztam az elmúlt időszakban. 9-re megyek varratni. Kicsit ez most ilyen kapkodósan indult ez a reggel, mondjuk az ezen a héten, meg a múlt héten. Mióta szervezem a Rich Games-t, azóta minden napom kb. Ilyen kapkodós, minden reggelem ilyen kapkodós. Ha most a keresztapám nézi ezt a videót valószínűleg, hogy mondja, hogy mennyire utálja azt, amikor egy videóban úgy kamerázok, hogy magamat veszem, de sajnos most nincs velem kamerás, mert most elég nagy projekt jön, és odaspórolok a kamerásokkal. Good morning! Na se, hát tesó, nem gondolom úgy. De figyelj, ide értem ugyanaddigra, hogy megbeszéltük, és te nem voltál itt, de látom, hogy kint adtad az üzletet, úgyhogy nem kellett várni. De miért nem voltam itt? Figyelj, hoztam neked ajándékot. Miért nem voltam itt? Ja, mert hoztál nekem vizet. Engem. Rendes vagy. Fogd meg egy percet a kamerát. Hoztam neked egy kis ajándékot, mert tudod, ígérek valamit már 2 éve. Hagyjad már! Esküszöm, nem akartam rád írni, de most, hogyha azt hozod... Cink lett volna úgy eljönni, hogy nem hozom el, de hoztam mellé mást is, tudod, mert kamatostul hoztam. Okay. Figyelj, amit most előveszek, ilyen még nekem sincs. Szivacs. Jó, ez nem az. Most figyelj. Már nem is figyelj. Alsogatja? Nem. Figyelj. Most okay. Figyelj. Az komgert. Tessék? Az komgert. Hú, de menő. Jó flash, nem? Mikor indul? Hát, holnap. Nem tétel. Nem tétel. Meg itt van ez, de azért hoztam még mellé mást is. Nehogy beleharap, mert ez az egész napi kajám. Azért hoztam mellé még pólót is, mert ezt most nem tudod hordani. Ú, de király, kösz, tesó, nagy. Figyelj, használd egészséget, tesó. Azért jöttem varratni, ezt még így nem kommunikáltam le. Átveszem, belepofázok, átveszem, egyből le fogom festékezni, de lesz a romát. Egyébként ez ilyen vajszín, csak nagyon most szerintem komoly. Itt elég olyan furák a fények, itt most fehérnek tűnik, de ez egy nagyon menő vajszín. Nagyon menő anyaga van. Ja, ez jó. Kösz a promót, a linket megtehetek a leírásban. Így nem beszéltem erről az utóbbi időben, de az utóbbi pár hónap ilyen elég nehéz időszak. Nekem, így ezt nem kommunikálom nektek videókban, mert úgy gondolom, hogy nem azért jártok ide a csatornára, hogy az jelenlegi világomról hallgassatok ódákat, meg panaszokat, hanem azért, hogy jól érezzétek magatokat az idő alatt, amíg nézitek a heti legújabb videót, és én is egyébként a közben érzem jól magam a legjobban, miközben videókat gyártok nektek, úgyhogy ezt köszönöm is, mert így ki tudok kapcsolódni arra az időre, amíg tartalmat készítek, de úgy gondoltam, hogy ennek az időszaknak így a megkoronázására, ami így egy elég nehéz és szar időszak volt, van olyan dolgok miatt, amiről nem szeretnék beszélni, így szeretnék egy tetkót. Az a lényeg, az, hogy ha valaki szembe jön, akkor lássa itt a vállamon, hogy nem eshet örökké. Tudod, hogy nem lehet egész mindig szar. Szóval néha jó is. Ezt pont én mondom. Igen, pont ez egy ilyen pozitív vibe, tudod. Annyira. Az gagyi is. Az gagyi. Ez meg túl magyar népmesék. Oké, okay, jó. Amúgy inkább majd csak akkor veszem el a kamerát, hogy már meg lesz a felirat, mert nagyon nem lesz időm vágni a héten, jó? Sokan régen szoktatok kérdezni, hogy így hogyan döntök el egy tetkót, vagy hogy hogyan találjuk ki. Most pont meg tudom nektek mutatni amúgy, mert most épp van amúgy időnk, amúgy nincs, de meg tudom mutatni. Kiválasztunk egy alapfeliratot, ami mondjuk így tetszik. Totál ismerem a Ricsinek az ízlését, és nem akarunk nagyon basic-et, nem akarunk nagyon túlcirádásat, ráadásul Ricsike, amikor jött be reggel, egyből azzal fogadott engem, hogy fut, soha, maximum 40 percünk van rá, meg egy dolgomban, mert holnap indul a Ricsike, ez a Ricsinek kell videó, meg a kiskutya fasza. Na mindegy, úgyhogy nem tudunk olyan sok időt erre szánni, nem is feltétlenül ez a cél. A lényeg az, hogy 2 néztünk most ki, aminek a kombinációjából szerintem egy tök jó felirat sülhet el, ami nem olyan standard,
Rics is, és szerintem tök nagyot mutat majd a Ricsin. Kettő vagy akár három, de nagyobb tetkóknál, amiket már csináltunk, akár van olyan, hogy 8-10 képből rakunk össze egy mintát, hogy ne legyen olyan, amilyen már van, az az egyik, a másik meg már, hogy így tetszik, szóval ez mindig ilyen hosszabb folyamat, amelyek így összeáll, de most amúgy egy 20 perc alatt meg volt, de pont ennek a feliratnak egyébként az a lényege. Ezen a részen lesz itt. És igazándiból ennek pont inkább csak a jelentése lesz a lényeg, mert sokan szoktatok mondani, hogy hú, ennek az összes tetkónak biztos nincs jelentése. Hát igen, nincsen jelentése, ugyanis ennyi tetoválásnak nem lehet jelentése, viszont nagyon sok olyan tetkónak, amit kb. Ti észre se vesztek rajtam, vagy fel se tűnik, azoknak van a legnagyobb jelentése, mint például most ennek is. Régen mindig belefújtam. Belefújtam a pofádba, ugye? Ja. De ez már csak ilyen nagyon szolid. Nem, ez minden. Ez ilyen prémium, primőr áru tesó. Ez úgy betapadt tesó, hogy ez élet nem szedne. Szóljatok rá, hogy hagyja a pofát. Nagyon sokat kell vágnom ebbe a videóba. Én ezt így gondolnám, most nem tudom, hogy egyenesen vagy így kövesse egy kicsit, de egy kicsit kövesse. Az ott azon a szedcsont nem fog fájni amúgy. Úgy kulcsont. Egy kulcsont, nem orvosnak tanultam tesó. Jó, nincs probléma. Jó lesz, geci. Szerintem adja. 20 úgy, jó. És kicsit toljunk rajta, vagy aha, legyen? Beljebb, aha. Egy kicsit így, kövesse. Így jó. Ez jó. Valahogy így lenne. Ez jó. Ez jó zsír. Na, viszont srácok, amíg mi ezt csináljuk, nekem van a Rich Games Castingról pár felvételem, azokat ide most berakom nektek, mert ez most biztos, hogy eltart egy ideig, és nem fogok közbe kamerázni, úgyhogy nézzétek meg azokat, akik jelentkeztek a castingra. Roll the clip! Na gyerekek, megnyitja kapuit az első casting. 7:40, kicsit előbb kezdünk, mint gondoltuk, de hát már időben idéltek a srácok, úgyhogy akkor nyomjuk előre. Na. Elég titokzatos úgy az egész verseny. Na, úgy nem tudom, szerintem sokáig. Nagy a tűrőképesség amúgy. Szeretem magam új dolgokba kipróbálni. Na. Komfortzónából kiszabadulás. Akkor lesznek durva szituk látni. Nyugodtan üljetek. Csak le. Tesó! Tesó! De jó! Szóval kiállom. Szóval. Rögtön a határ vagyunk. Nem? Akkor elpárotyogod, mi? Szerintem kurva jó. Kicsit izgulok, de amúgy várnám. Már kipróbálom. Én családi vállalkozás vagyok otthon, úgyhogy... Ja, akkor ez nem volt. Én szeretik fakenni, úgyhogy... Én okos dolgokra. Vennék egy jó fősőt, egyértelmű. Hát az tönkör a Martin. Csak nem is viszem el a pénzt, el vagyunk, dolgunk egy kicsit. Szórakozunk, tesó, aztán ennyi. Nagyon semmi komoly. De az biztos, hogy én oda bemegyek, tesó, én onnan nem jövök ki pénz nélkül, úgyhogy ellennék, aztán... Rotyogás egyek. Ja. Igazából ennyi. Dolgozok egyébként, hál' Istennek, jó, írtam is benne, hogy faterral, építőiparban dolgozok. Beszéltem a faterral, és mondtam neki, röhögött, azt menjél. Figyelj, kint a srácok ilyen egy-két napról beszélgettek, de ez gyerek. Hát szerintem biztos, hogy te. Én egy hetet kibírtam. Annyi, de azt alaphang. Nem, már most beszélgettek én, és akkor hát szerintem két nap, meg másfél, miről beszélsz ember? Nem már. De amúgy ja, vagyok egy hetet is akár. De annyi szerintem amúgy nem tudom, attól függ kikének, de amúgy nem biztos, hogy leszem. Jaj, leégett napteli, meg minden. Úgyhogy amúgy én vagyok. De ezzel mindig úgy vagyok, hogy analfabéta vagyok, tesó, úgyse lesz semmi. De most meglepődtem amúgy, hogy lejöttem. Pont munkába voltam, váltam fatertem ennünk, és így néztem, hogy kaptam az évén. De nagy. Szia, yes. Barbi, gratulálok amúgy nektek. Kérhetek egy teljes nevet? Márci Ádám, MARCZI. Mennyi idős? Egy év, két hónap. És el tudnál szakadni tőle pár napra? Hát persze. Már megbeszéltük az asszonyát. Már minden meg van beszélve. Csak nem most kezdjük. Kezd helyről, de amúgy Szolnoki vagyok, de amúgy kint élek Németországban. Jövő hét már jó. Mit kell csinálni? Vagy kell-e csinálni valamit? Mert szerintem amúgy ez nem olyan egyszerű ez a történet így kiindulva belőletek, vagy belőled, mert amúgy néha elborult forma vagy, de akkor lélek vagy, de amúgy igazából ugye család miatt ugye próbálnám egy picit felpörgetni a dolgokat. Hát igen, mert azért jó lenne az a lóvé, kell a kocsiba egy új turbó, meg a gyerekre. Meg hát van egy pár büntetés is, amit ki kéne fizetni. Van, akkor csak a szokásos igazán. Hát igen. Szerintem, mivel hogy eléggé nagyon meleg van. Ugye azért lesz jobb az XR-es póló, mert el lehet bújni egy kicsit a nap előtt. Okos. Tényleg kíváncsi vagyok azt, hogy mit
tudok magamból kihozni. Ne is íme az ominózus kép. Amúgy, hogy ezt nem így volna. Jézusom, még jobb is, hogy nem látom. Szinte az borátos fürdő. Van belőle több szettem is. Ha belőle hozod? El. Fix. Oh, okay. Úgy pont ezért is vagyok ugye arra kíváncsi, hogy mik vannak itt, mert vagy mik lesznek a szabályok, mert így a tarsolyban van egy-két ötlet, mivel hogy a gyerek miatt ugye nem szeretnék sokáig távol lenni, de amúgy elődögélnék, hogyha ilyen 19-20 éves lennék itt hetekig, de hónapokig akár. Jó, de jó. Na, hogy többet keresik egy hónap alatt, de azért az a pénz azért mindig jó. Kis orosz idő. Boda Laboton? Igen. Hát megnéztem, meg jártam benne egy karikát. Fú. Ötön ember azért kicsit jó lesz az példamutató itt Európában. Senki nem csinálja azt, és nem is fog egy ideig. Bár a főnökömnek már mondtam, hogy jövök el a castingra, aztán utána majd elválik, hogy mi lesz. Hát most vásároltunk házat, és építkezés van, úgyhogy van hova tenni. Most lettem 27, azt hiszem. 96-os vagyok. Így van, igen. 18 után nem száfoltam. Nem, támogat 100%-ban. El van nélküled? Igen. Ellesen? Az emeset azt fejérbe szerettem, hogy jobban feszül. 6 órakor elindultam otthonról, és hát haza kellett menjek. Jelenleg 2 facsavar fogja a lökhárítom, mert leszakadt itt a vasútnak. Hát ez az vad lesz. Hát vagy visszamennék Németbe. Van már félretéve egy kis pénz. Kéne még hozzá egy kicsi, hogy vennék egy új kocsit. 2 napig biztosan. Amúgy sose gondoltam volna, hogy ilyenbe be fogok én amúgy kerülni, megmondom a frankót. Hülyeségből odaírtam az Insta Storyhoz az e-mail címemet, és jött az e-mail, hát én ott szétmentem. Hogyne, persze. Azért kell dolgozni, nem megyek. Baszta, mindenit. Testvér. Majd de kedves vagy. Köszönjük szépen. Nem kell. Gondoltam, hogy hárman lesztek. Jó, köszönjük szépen. Óváról. Akkor az sima. Sima. Itt voltam félre már. Veletek együtt értem ide a taxiba. A nevedet el tudod mondani? Mármint Insta név? Nem van sima. Én úgy gondolom, hogy illek ide. Kitartásomban nincs baj. Idők végezték. Apát meg a mostanányámat elküldeném nyaralni, a maradék meg menne a kocsira. 5 órás vonattal lejöttem. Az inspirál a játékból, hogy megismerhetek több embert. Nagyon kevés ismerősöm van, mert ugye kurva sokat dolgozok két helyen. Hát igazából jövő héten dolgozok utoljára, úgyhogy az egész nyár az full. Nem a pénz az elsődleges, igazából a kaland, szeretem ezeket az extrém kihívásokat, időjárás függő. De szerintem egy másfél hetet simán. Te győri vagy, ugye? Győri, ja. Na, én láttalak már valamint régről, még mikor nagyon kicsi volt. Csak a Patriknak még hosszú haja volt, folyton sapkába volt. Meg nem voltam én kövér. Igen. Ez van. Nézzük ott kérdése. Nyereményből veszem az autót, szóval. Hát szerintem elég menő, hogy ezt így megcsináljátok. Viszont azt gondolom, hogy nem csak az lesz, hogy ülünk a kör közepén, hanem szétszobatjátok a népet. Azért is igen, de azért szerintem ez jobb élmény. Amennyi kell. Vagyok olyan kitartó és olyan vicces személyiség, hogy szerintem jó műsor lehetne belőle. Hát a kihívás, kíváncsi vagyok, hogy bírnám kint a szabadba, mert persze bogarak, szúnyogok, minden. Hát tök érdekel, kíváncsi vagyok. Nekem ez tök rejtélyes, hogy most milyen feladatok lesznek, vagy mit akartok kihozni ebből az egészből. Szerintem utazásra, de nem a pénz motivál. Bagykról, ez Zala-megye, egy kis település. Így bírom ezeket a hülyeségeket, amiket videóban megcsináltok, így mi is szivatjuk egymást folyton a haverokkal, meg minden, aztán gondoltam, hogy jó buli lenne. Hát, végig. Nappal dolgoztam, éjjel megbuliztam. 2 óra alvás volt körülbelül az átlag. Erről itt, hát én nagyon adom meg én. Kíváncsi vagyok arra, hogy mennyit bírnék ki. Én ugye azt írtam még a jelentkezésben, hogy amennyit kell, vagy amennyi szükséges. De hát biztos van valami olyan tényező, ami hát szerintem egy 3 napot fixen bírnék. Nekem most a hugom megy ki Amerikába 2 évre, augusztus 4-én, és valószínűleg őt látogatnám meg. A saját korlátaimat, hogy meddig tudom elhúzni. Szeretek társaságban lenni, meg így szoktam, így, hát központi csávó vagyok egy társaságban. És kíváncsi vagyok, hogy hozzám hogy viszonyulnak az emberek, meg hogy bírják velem, mert
egy igazi geci is tudok lenni ilyen, ilyen szempontból. Most diplomázt, nem nagyon sokat tanultam. Hát attól függ fazontól, XL, XXL. Hát szerintem amúgy nagyon vegyes, szerintem ilyen 50-50. Szóval annyira nem vagyok se hülye. Egy fél éve most már edzek is, úgyhogy talán annak is van valami. Szóval akkor itt te igazából vagy mindenre. Á, simán. Hát az, hogy kicsit kimozdítson a komfortzónámból, mert alapvetően amúgy antiszociális személyiség vagy. Majd feldobok egy pénzt, aztán majd kiderül, hogy van egy tuning autóm, vagy annak a befejezése, folytatása, vagy pedig igazából, mivel most alkalmazott vagyok, szeretnék vállalkozó lenni, és akkor ahhoz. Hát mit gondolod, akkor bejelentkezek ide, mint lakcím szerint aztán. Hát mondjuk ilyenre abszolút nem számítok, hogy itt nagy barátságok kötessenek, meg ilyenek. Igazából nem, nincs elvárás. Csak élményszerzés esetleg. Az persze, persze. Lejövök, te vagyunk aztán. Valami csak lesz belőle. Jó vagytok? Meg vagyunk. Sír. Köszönöm. Páhi Gergő, Mr. Attól, hogy mit kell mondjak, hogy bekerüljek. Hát figyelj, van egy elméletem róla. Ha megnyerem, akkor megnyerem. Szóval ennyi. Saját magam? Hát megnyerem. Tudom, hogy megnyerem. Igazából nem is akarom megnyerni. Fán lesz, meg élmény. Tehát. Hát figyelj, utazok egyet, meg nem tudom, leteszem a motorjogsit, 26. Figyelj, van egy kutyám is. Figyelj, olyan korán keltem, fáradt vagyok. Balaton déli partjáról jöttem, ott dolgozok. Persze, ameddig kell. Egy percnél tovább sem ameddig kell. Egy ház kín van, a legvagányabbja. Jöhet minden. Jó, minden, köszönöm. Patrik meg Ricsi tőletek amúgy elnézést akarok kérni, mert múltkor, mikor találkoztunk, szerintem úgy be voltam marva, mint a személy. Azért nagyon szóri, hogy teljesen kész voltam. Nagyon adom, szétadom. Én a fateromnak akarok nagyon bizonyítani, mert a fater nagyon túlélő egyébként. Öt már, vagy tízszer majdnem meghalt amúgy. Egyszer vérmérgezést kapott, egyszer, mit tudom, kiskorában, mit tudom, megívott 9 eszpresszót, de csak így húzóra, érted? Nem szabad feladni, gondolkodott, hogy jusson ki, és azt amúgy én is át akarom élni. Tehát, hogy így, hogy nem szabad feladni, meg kell csinálni, ugye, engem ez motivál nagyon. Hát meg igazából magamnak is amúgy. A kocsimra, mert... Persze, én vagyok mindenre. Good morning. Nem zavarnátok egymást, hogyha együtt kerülnétek be? Nem. Nem. De hát támogatjuk egymást. Úgy is vagy elvitt nyaralni. Az összeset. Az összes napot. Ha mondjuk bekerülnék, attól félnék, hogy mondjuk pisilni elmenni. Szerintem ott azért ott lennének, de... Fú, inkább az, hogy egész napon kell killenni. Bár mondjuk úgy dolgozok, hogy egész nap kint a napon, de azért egy 0-24 azért az para lehet. Ja. Megnézném, hogy a határaimat, hogy mennyire bírom. Állatok vagytok benne, hát hogy ilyet, ez Amerika, az jutott róla eszembe először. Anyámnak buszáj bebizonyítanom. Bocsánat, anyám elkezdett baszogatni, hogy menjek el dolgozni, keresek egy kis pénzt, amiből megcsinálom a kocsimat, úgyhogy ezzel a jelentkezéssel megspórolnám a nyári, gondolom, a melóban. Ez nagyon jó. Elmentem anyámnak utána, győr, izé, jövök, hallod? Ilyen nincs, basz meg, nehogy elmenjél. Figyük, azt is azt hiszem leírtam, hogy én nagy gamer vagyok, úgyhogy... Napokat vagy heteket tölt a házba. Ja. És mi játszol? PC. PC. Sportfogadás is ment régebben, abban most jól megszedtem magam. Úgyhogy innentől már nem olyan bukok tőled egy kis ideig. Egyedül jelentkeztem, hogy valami ismerős arc az amúgy. Kúra sokat segítene. Minden fasz a fáras vagyok, szóval bocsánat, hogy ilyen kis szétszórt lesz. Persze, balatoni gyerek vagyok, szóval. Itt Magyarországon te csinálod meg ezt legelőször, meg szerintem te leszel az egyetlen is. Aztán én nem akartam kiadni ezt a helyzetet. Az, hogy megcsináljam, hogy tényleg, hogy többieket legyőzöm, kicsit ilyen versengős típus, átélni azt az egész vibe-ot. Az csak egy kis grátis, abból meg elmennék nyaralni. Kíváncsiságból. Ez a 8-ig felkeltette a kíváncsi érdeklődésemet, hogy mi a fasz. Tegnap reggel vettem észre, hogy kaptam e-mailt. Elmennék a nőmmel utazni. Szerintem a legvégéig. Sportolok 20 éve, szóval. Mit kérdeztél? Hol van Pierre? Hát mondom, ide úgyis jó vagyok. Nem megdögélek ott magamnak. Egyébként ez jó kérdés, de nyilván az, hogy én üljek ott legutoljára. Na, a pénz az nem annyira fontos, mert annyira érdekel, de nyilván is jó, ez baj. Na, be, csak feltesem. Dehogy veszem. FaceTime-olni. Ő jönni akart. Ott azt mondta, hívjam fel FaceTime-ban, bejövök. Hallott egy gyökér, hagyjál már. Hát nem tudom, két gyerek. Jó, akkor van két gyereked? Ha? Hány éves vagy? 27. Te jó! Egy 3 éves, meg egy fél éves. Jelentkeztem Instagram-on, mondta, jó, hogy ma jelentkeztem neked.
Hát igazából én nagy ilyen Squid Game függő voltam Netflixen, aztán úgy már 6-szor kipörgettem. Mondom, megnézem már, ez mit tud, hát ha itt izé szerencsés leszek, vagy valami hasonló játékok lesznek, vagy ez még ilyen kis titok. A videót nem néztem meg, őszinte ezek, mondom, meglepetés legyen, a költözős részét megnéztem, aztán amikor elkezdtél beszélgetni, mondom, inkább meglepetés. Valószínűleg besegítenék otthon a családnak, mert most ilyen kis építkezés van. Hát figyelj, elsősorban úgy magamnak szeretnék egy kicsit bizonyítani, így az elmúlt pár évben, amióta Pesten vagyok, ugye a komfortzón az ilyen kis szűk határokon belül mozgott. Látni titeket, ahogy nem baszki, nem csak a YouTube-ról vasárnap este kis kaja közben, tudod? Ja. Ja, örülök. Lám, kicsit izgulok, de hát most ez a druk. Ja, mondom, tök jó látni titeket végre itt élőben. Hát figyelj, 28-án van tesómnak diplomosztó, azon kívül bármelyik napot csináljátok. Júli? Ezt a kis mínuszt azért vissza tudnám tervani, hogyha benne. Ja. Akkor jól tudsz egykerekezni, meg ilyenek mi? Ja, próbálkozom, ja. DFT, FMX, freestyle motocrosszozunk, de hallottatok már róla, mi móka is volt. Persze. Van egy spanom, aki nyomja egy ideje, ő vízimentő volt a Merifén, és hogy van ott valami pékség, és fú, nagyon ki kéne oda menni, hát mondom, menjünk. És ugye így, ahogy élem az életem, így mindig dobja az élet a lapokat. Most egy ilyen válsérülésben vagyok, már kétszer műtötték a vállam, úgyhogy most nincs versenysport, mondom, akkor legyenek izgalmak, mert csak az izgalom számít életben. És jött ez a lehetőség, mert ugye követlek titeket már egy jó ideje, jött a lehetőség, mondom, ezt teljesen rám találták ki, túlélés, ki a természetben, amúgy is rajta vagyok az ilyen extrém dolgokon fúra, mondom, akkor jelentkezek, ezt meg kell nyomni, meg kell nyerni, és igazából én utazásra szeretném ezt a pénzt költeni, kimegyünk Tenerife-re, elmegyünk a mamával karácsonykor Madeirára, ilyen elképzeléseim vannak. Mert a mama az a szőke csapó. Így van, igen. 36. Aha. Végig fúra. Persze, nem nagyon találtam olyan kihívásra még, ami úgy legyűrne. Feküdtem 50 napot csípőtöréssel mozdulatlanul, tehát annál rosszabbat nem tudok elképzelni. Ugye kell, akkor csak így csepegtettek négy kis vizet a számba, és labdajátékban nem vagyok jó, de ilyen szellemi, fizikai, burpizhetünk óránként, vagy mit tudom én, minden örültség jöhet. Ja, adom nem teljesen. Nem tudok mit kérdezni, mert elmondtál mindent. De valamit kérdezzél még azért, jó, valamit nyomassunk. Hát igazából úgy voltam vele, hogy pöri, jó lesz kicsit, hogyha bekerülök kicsit kiszakadni a hétköznapokból. Hát csak jönni kellene. Mindegy, ha nem nyerem meg is, de legalább jönni. Hát főleg az, hogy az asszonynak bebizonyítsam, hogy ez nem hülyeség. Mert mindig azt mondja, hát ez hülyeség, ne csináljál, ne gyere el, olyan nincs. Nincs olyan. Max olyan szerencsétlenségemből, hogy én elbaszok valamit, hogy valami feladatva lenne. Ja, mert le vagy sérülve egy hát igen, kicsit felvágtam a medence a lábamat. Hát jó, kicsit fáradtam mondjuk, mert hajnali 4 után indultunk kicsivel. Szóval így elég hosszú volt az út, főleg ilyen lábbal. Hát igazából, hogyha van hova elmenni WC-re, meg ketten vagyunk, meg van kaja itt, akkor szerintem... Végig. Amúgy bármentik szerintem, igen. Tehát hogy még hónapokig elmennék. Most őszintén mondom, hogy ez a beszélgetés jelenleg többet ér, mint a pénz. Tehát én sokkal jobban vártam, mint hogy egyáltalán bekerüljek. Pont mondtam anyukámnak, hogy engem nem érdekel, hogyha nem kerülök be, de eljöhetek és beszélgetetek veletek, és ilyen nagyon, nagyon durva lesz. És durva nagyon? Nagyon durva. Már így remek. Bekerülhetek. Nekem ugye olyan a családi hátterem, hogy eléggé toxikus a dolog, és hát az a cél, ugye, hogy minél előbb elkerülhessek onnan, plusz nekem van egy kiskutyám, aki nem kap megfelelő egészségügyi ellátást most ugye a szüleim miatt, mert hogy nem igazán érdekli őket, és elsősorban rá költeném a pénzt. Amúgy én amikor ezt olvastam, én ezt nem hittem el, hogy ez amúgy itt tényleg így van, de így, hogy ez így van, így más amúgy. Jaj, de jó! Mekkora! Szóval a külszellemi. Igen. Mi a neved? Balé Richard Ferenc. Balé Ricsi. Ti amúgy tesók, ugye? Igen. De ő tesók vagytok? Igen. Micsoda? Hol voltak folyamatos? Fiatalabb, nem? Igen. Szerint így van valami allergiád? Most szinte minden allergiás vagyok, de nem komolyan szinten. Házi por, pollen, meg ilyen kutya, macskaszőr. Aha, szóval akkor így minden egy minden fokozba. Is. De a laktóz, glutén? Nem, azok nincsenek. Szóval ilyen létjára nem vagyok egyáltalán. Aha, ja, ezt hozni akarod ezt így vinnem, hoznom kell, vinnem kell, nyernem kell. Mit csinálnál lóvéval? Szerintem letenném a jogsit végre. Aha, és mi a legnagyobb motiváció a játékban? Hát, hogy ezt
Muszáj vinnem. Nincs mese, nincs mese, ezt nyelven kell. Baszott nagy kihívás. Szerintem az eleve nagy kihívás, mint te ott lenni a tűzőnapon, nem tudom hány napon keresztül. Ilyen 3-4 nap. Azt akkor lehoznád bármikor. Simán. Maximum a család, de annyit kibírnak. Nem, 5-en vagyunk. Mindjárt ennyire hasonlítottak egymásra? Nem. Igen. És mit gondolsz, miért választunk téged, mik azok a tulajdonságok, vagy milyen karakter vagy te? Nem fog vissza magad, Ricsi, mint hogyha nem is lennénk itt, csak mondd el, hogy ja, miért otthon, hogy hájkolnád magad a tükörbe. Oda baszok mindenkinek. Mondanál magadnak. Most ez jól felhájpolt az oldalában. Ennyire azért nem torsult, nagyon. Ne, így is fog vissza magad. De... Ricsi, menjél vissza magad! Ricsi, ne! Ricsi, ezzel múlik most minden, tesó. Vicceltem, ne idegeskedj, csak poénkodott. Akkor miért gondold azt, hogy neked itt a helyed? Mert még egy ilyen karaktert nem találtok. Találtok? Egy ember álmát valót megvalósíthatnátok. Hát, mikor lett erről szólva, vagy ez most így, hogy... Az e-mailek ki lettek küldve mindenkinek, hogy a mai nap folyamán lesz egy casting. Ez lehet, hogy elkerült a figyelmet. Hát, hogy nekem jelentkeznem kell rá. Hát igazából miattatok is, hogy veletek találkozzak, meg ugye a pénz miatt. Ja. Az mindig jó. Először is jogosítványt szeretném letenni. Másrészt meg szeretnék egy gépet venni. Számítógépet? Számítógépet, PC-t. Harmadrészt meg vagy az Airsoft-ra költeni. Szeretek sátrazni. Ja, de tényleg. Egy sátor nélkül? Van nélkül is még. Hát nekem itt kell lennem. Az biztos. De... Soha nem találkoztam veletek, meg minden is. Mondom, te csináld először, hogy magyar mondom, ezt ki kell próbálnom. Akár, hogyha egy hónapig tart, akkor egy hónapig köszönöm. Fizikai. Ja, most elkezdtem kondizni, nem tudom, látszik-e? Látszik, két hete! Nekem nincs probléma azzal, hogyha ide labbasztok egy tojtojt, én ott elvégzem a dolgomat. És has sincs, hát... Hozok törölközőt, eltakarom magam, azt elvégzem. Gyere ide! Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez egy per egy ezt mondtam. Köszönöm. Az e-mailt kiküldtük mindenkinek, nem tudom, esetleg a kéretlent nézte, de... Azt nem láttam. Nem lesz még ilyen esetleg? Nem, sajnos nem. És meddig tart? Hát igazából a mai nap egész nap. Talán ide. Meddig érhetek még oda? Hát mennyi idő alatt tudsz ideérni? Hát most még itt vagyok a Balatonon, most indultam el hazafele. Egy óra, másfél, mire odaérek. Na, most hívogatjuk fel az embereket, vagyis itt hívogatom fel az embereket, akik bekerültek, úgyhogy egyre közelebb a Rich Games kezdetéhez. Szia, Polecki Ricsi vagyok. Köszönöm szépen, hogy visszahívtál. Érdeklődni szeretnék, említettem, hogy 10-én megjövök és vagyunk. Most beszéltük, hogy telefonáltak, hogyha az autó elkészült, hogy érdeklődnék, hogy áll. Én szerintem összekeversz valakivel. Oha! Én, akkor bocsánat. Én Seruga Leventét keresem. Seruga Levente, nálam ugye a fiam, én az édesapja vagyok, én maga azt hittem, hogy a szervisz hívott, és azért vettem fel a Levit a telefonját, ne haragudj, adom a Levit, jó? Semmi gond, köszönöm. Szia! Szia, Ricsi, bocsia, előbb ilyen, azt hittük az autószervizet. Semmi, bejutottál, tesó. Kajak? Ja, bejutottál. De adom. Tényleg? Ez ilyen hamar kiderült? Next one, please. Polecki Ricsi vagyok. Szép napot, Polecki, mi helyzet? Bekerültél. Bekerültem? Na, szuper. Beszarsz. Hát, én nem, de te talán. Fogel Gábor, személyesen. Bekerültél. De király vagy. Kajak? Ja. Állati. Na, hozd is be, ott is van. Na, igazából elég gyorsan kész lettünk, de nem is baj, mert ugye a Rich Games-re megyünk tovább, hogy most rohanok is rácok, aztán mutatom, hogy mi újság, mert van pár sztori, amit ma akarok nektek mutatni. Gyerekek, körülbelül kevesebb, mint 24 óra múlva kezdődik
az Európa, illetve a Föld első Ridge Games, hivatalos, official Ridge Games játék sorozat. Olyan lesz, mint az olimpia, tudod, csak ez a vagányabb olimpia. Olimpipa! Úgyhogy épp a Georgia csináljuk a kis WC bejáratot. Mert ugye, tudjátok, 35 vagy 37 ember lesz a körön belül, de majd mindjárt körbevizetek benneteket a pályán. Megmutatom, hogy kik a szponzorok. Barbie-nak meg szétfújjam az cipőt. Nehogy, mert amúgy ezt tőled kaptam, akkor veszel még egyet. Ezt amúgy nem felted ezt a cipőt. Már megbántam, hogy ebbe amúgy jöttem. Amúgy hallottam, hogy rendeltél a Lazy Lace-ről a cipőt, mert mondták. Igen, az lesz a mennyasszonyi cipőm. Fel is adták. Tényleg? Aha. De mondták jó. Nekem. Na, látjátok, Magyarországon így készül a pálya. Tak. Elérkeztünk ehhez a részhez, ugyanis eddig azért nem mutattuk meg nektek így igazán lényegében a pályát, mert ugye nem akartuk senki előtt felfedni még mielőtt elindulna ez a játék, de mire ti nézitek ezt a videót, addigra itt ezen a helyen egy 35 ember fog állni, vagy 37, még én sem tudom pontosan, de lehet, hogy amire vasárnapra már nézitek, ugye addigra már két napja tartani fog, nem tudom. Patrik, szerinted hányan lesznek addigra? Hát nem tudom, 15. 15-en szerintem hát még ja. Itt lesznek vasárnap este 7-kor. Szerintem ja. Akkor tökön szurom magam meg téged is. Szerintem ja. Vannak azok a cégek, akikkel együtt dolgozunk ennek a játéknak a kapcsán. Az lesz a lényeg, pár játék szabály, mert nem szeretnélek untatni majd titeket ezzel így az első részben ezzel. Az a lényeg, hogy bejön ide 37 ember, és nem hagyhatják el a piros vonalat, illetve nem bánthatják egymást, nem kényszeríthetik egymást, nem lökhetik ki egymást, mert nagyon sokan írtátok kommentbe, hogy ki lehet elökni a másikat, bemegyek, kilökök mindenkit, nem. Semmi testi és lelki bántalmazás nem lehet a körön belül, úgyis, hogyha ez van, az kizárással jár. Ami nagyon fontos, sokan kérdeztétek, hogy hol lesz a WC. Csináltunk egy ilyen kis átjáró hidat, viszont hogyha a játékosainkkal már tényleg nem bírunk tesó, meg haza kell, hogy már menjünk, akkor így beszopták. Csíny letudva, de úgy gondolom, szerintem, hogy ez nem tudom, lehet amúgy gecik leszünk amúgy már. Első nap fel mindenki. Gondolom, megvárjuk még reggel első cigig, elvesszük, az beszarik. Igen, nagyon sokan kérdeztetek ezt is, cigizni, cigizhetnek benne játékosok, lesz benne több hamutartó és dohányzásra kijelölt hely nem lesz, mert szerintem a társaság 90%-a cettázik. Egyébként a jelentkezők közül megpróbáltuk kiszűrni azokat, akik a legjobbak, nagyon sokan, sajnos nagyon sok emberre nem vettük fel a kapcsolatot, akik ugyanúgy szerettek volna jelentkezni ebbe a játékba, de reméljük, hogy tetszeni fog nektek, meg nekünk is ez az egész dolog, és akkor tudunk még nyomulni, viszont van tök sok olyan dolog, amit még meg szeretnék nektek mutatni, csak ő annyira hullafáradt vagyok, mert most ez a két hét, ami megelőzte ezt a videót, meg ezt az egész pályaépítést, meg mindent, szóval ez a videó azért kicsit ilyen esetlen, vagy úgy van benne minden, mert te igazából ma egész nap ezt csináltam, rohantam, fel akartam venni, hogy szétrakjuk az egész pályát, megcsináljuk a molinókat, de nekiálltunk és csak nyomtuk ezerrel. Na, srácok, hogyha megnézzük most a compound, ugye pár hete még itt, pont itt volt az ágy. Pár hete még itt aludtam, és meg nézzétek meg, olyan vagyok, mint egy élelmiszer raktár. A belvárosi diszkontnak szeretném megköszönni ezt a tömérdek mennyiségű vizet, savas, mentes, ezt a sok üdítőt, meg ugye téged valaki hív, tesó? Baszki, pont hívnak. Halló? Jó, visszaadom, jó. Úgyhogy itt tényleg nagyon sok mindenkinek kedvére mindenféle italok. Lesznek azért itt menetelgetések, nyilván ez keverők. Nyilván, aki csak egy kicsit akar rozsogni, nem nagyon, csak egy picit. Meg vannak itt még borok is, tudod, az ínyencebb embereknek. Szeretnénk még megköszönni a Blur Energy-nek, ugyanis ő is nagyon keményen beállt mögénk. Itt még mindezt látjátok, egy halom tudtot kaptunk tőlük, amiket majd osztunk, lehet nyerni ezt, azt, amazt. És itt azért mi azért készültünk elég sok játékkal, de nem fogok semmit lelőni, mindent a maga idejébe. Egyébként sok játék lesz, amiben kiesést tudsz nyerni reményt, tudsz nyerni komfortos alvó helyet, és tudsz nyerni önbizalmat, azon a játékon majd én is játszok. Na de még mielőtt befejeznénk ezt a videót, srácok, megtaláljátok a saját linkemet, ami ott van kint, a www.polackirard.com-ot, ugyanis még tart a bugis ajándéksorsolás, nem arra, hogy leadnék magadnak az esélyt, hogy tied lehessen nyárig, nyáron, még ez a homokfutó is egy szétbazd az egész városodat, vagy a faludat, vagy ahol laksz, úgyhogy linket megtad a leírásba, rendelj, és
Mire nézitek ezt a videót, mi itt már rocsogtatjuk a Rich Games-t. Izgatott vagyok, holnap kezdés. Srácok, találkozunk a következő videóba. Nézzétek a részeket, találkozunk. Nem tudom, hogy mikor kezdjük el, de úgy gondolom, hogy itt több videó fog jönni a jövő héten. Maradjatok itt a csatornán. Itt van a spahn, itt van a spahn. Teszi a videót ki, és mindenki nézi.